Acél emlékműtér, Ózd. Kulcsár Dávid és nyárai Fruzsina munkája. Az Óbudai Egyetem hallgatói nyárai Fruzsina és Kulcsár Dávid emlékműterve az Ózdi Ipari Örökség Védők Baráti Köre által meghirdetett pályázatra készült. Munkájukat Csontos Györgyi DLA segítette konzulensként. Hallgassuk meg a prezentációt. Megkaphattam a prezentet. Nem, csak. Ózd. A gyár köré épült város. Egy város, melynek identitását a kohászat adta. Egy város, melynek szimbóluma a gyár utcai kéménysor volt. Az acélgyár nem csak azt tette lehetővé, hogy Ózd várossá válhasson, hanem otthont és megélhetést biztosított több ezer ember számára. Ózd fénykorában nem volt egy olyan család sem, ahol legalább egy ember ne a gyárban dolgozott volna. Már 3 évtizede, hogy a város élete megváltozott. A gyár bezárásával egy korszak zárult le, és a város elvesztette identitását. 2000-ben a gyár utcai kéménysor lebontásával a város elvesztette meghatározó szimbólumát is. A helyi ipari örökségvédők számára, akik maguk is a gyárban dolgoztak, a mai napig fontos, hogy ezt az eltűnő identitást megtartsák, és ezért egy pályázatot írtak ki az elbontott kéménysor 20. évfordulójára. Az erre készített emlékművünk célja, hogy méltó emléket állítsunk ezeknek az eltüntetett szimbólumoknak. Ez nem csupán egy objektum tervezéséről szólt, hanem egy figyelemfelhívás is az ipari örökségekre és a bennük rejlő számtalan lehetőségre. Az emlékmű helyszíne adott volt. A Gyár utca, ahol eredetileg egy 80 méter magas kémények helyezkedtek el. A kémények bontása során egy kémény alap megmaradt. Ez adta a koncepciónk fő tömegének helyét, ami egy kéménytorzó. Ez nem akarja visszaadni az eredeti kémények magasságát, csupán mementóként szolgál. Azonban mind arányaiban, mind anyaghasználatában az eredeti kéményeket akartuk megidézni, mindezt újra gondolt kortárs formába öntve. A kéménytorzó belsejében, elszeparálva a külvilágtól, egy periszkóp működik, ami létrehoz egy irányított látványt. Ez a látvány kapcsolatot teremt az egykori acélmű csarnoka és a kémények között. Ezek eredetileg is össze voltak kötve, ezért az emlékművünknek ez az egyik legfontosabb kapcsolata. Fontos volt számunkra, hogy egyszerű és gazdaságos építészeti eszközök segítségével idézzük vissza az eredeti kémények monumentalitását, ezért a burkolatba acélelemek segítségével egy 80 méter hosszúságú árnyékot rajzoltattunk ki. Ózd identitása már nem a kohászat, hanem annak emléke. A tervünk célja, hogy ezeknek az emlékeknek teret adjunk, és újra köztudatba hozzuk azokat. Fontos, hogy a Gyár utca, ahol egykoron ez a szimbólum állt, ma a közösség számára biztosítson teret. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük szépen! Lehet kérdezni, hozzászólni a zsűri részéről? Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy bár itt nem hozott a prezentációban, de ugye ilyen tört téglával töltenétek föl ezt a szerkezetet, hogy ezek milyen téglák, hogy ezek honnan származnak, tehát ezek ilyen helyi bontott anyagok, vagy teljesen más téglák. A másik pedig az, hogy ugye ez egy parkolóként funkcionál most, és ha jól láttam a látványterveken, akkor ez megszűnne, hanem vagy részben szűnne meg? Igen, tehát hogy a szövegben ezt olvastam én is, és a látványterveken viszont egy ilyen szép sétateret láttam
felvillanni. Most ebből mi a valóság? Az első kérdést megválaszolod? Igen, a kémi, illetve a téglákat, azt amikor a pályázatot kiírták, akkor jött egy felajánlás 5000 darab téglára, hogy ha ebből egyszer lesz valami, akkor azt már előre felajánlják, és ezt fel lehet használni. Ugyan nem gondoltak szerintem, hogy bedaráljuk, de... Így járt. Ezt találom. Igen, a másik kérdésre pedig a válasz az, hogy igen, ez egy adottság, és sajnos ezzel mi se tudtunk mit csinálni. Most jelenleg egy parkoló üzemel a helyszínen, viszont mi úgy gondoltuk, hogy ezzel az objektummal, ezzel a tér kapcsolattal egy ilyen funkcióváltás történhetne. Hiszen nyilván az emberek is érzékelik azt, hogyha valami változás történik a környezetükbe, akkor azt ők is le fogják reagálni, és onnantól kezdve, ami eddig parkoló volt, az már egy új tér lehet. És ezt mindenképp kiemelném, hogy a koncepciónknak az is egy nagyon fontos eleme, hogy ez a parkoló, ez most gyakorlatilag a város szívében van, és mi ezt szeretnénk egy köztérré úgymond avanzsálni ezzel az emlékművel, persze. Ahogy nézegettem a terveket, szomorúan konstatáltam azt a tényt, hogy Ózda az nem London, és Ózda az nem a Ruhrvidék. Tehát ahol Ózda és sok hasonló magyar város tele van industriális emlékekkel, a régi iparnak a maradványaival, hol jobban, hol rosszabb állapotban, de sajnos most meg valószínűleg a jövőben sem lesz meg ugye annyi lakosság, vagyon, olyan polgárosultság, olyan befektetés, olyan kulturális erő, hogy valóban új életre tudnák kelteni ezeket az industriális emlékeket, a loftlakásoktól kezdve irodákon át, egyéb megoldásokig, kulturális terekig, bár egyébként Ózdon van egy példa, egy hatalmas kulturális központra, ami hasonló térben. Nem tudom, korábban ugye ez sajtótéma volt, nem tudom, hogy most 2020-ban, 2021-ben milyen állapotban van, de azért nyilván ott is volt valami fajta kezdeményezés. Szóval ezen gondolkodtam, hogy a terveket néztem, és igazából azt érzem, függetlenül attól, hogy szándékosan ekkora ennek a tervnek a léptéke, de hogy emlékhelynek én egy kicsit kevésnek érzem, tehát a minimalistának, de nem a szó legjobb értelmében. Tehát, hogyha az ózdi industriális, ózdi ipari, ózdi társadalmi emlékekre gondolunk, akkor ennél nagyobb léptékű, akár ezen a helyszínen is több mindent elhelyezni, képekkel, domborművekkel, az időjárásnak ellenállni képes megoldásokkal, hogy több mindent tudjunk meg. Tehát terveken jól néz ki, a leírva jól néz ki, jól olvasható, csak én egy kicsi absztraktnak érzem ezeket a megoldásokat, és biztos, hogy én, hogyha eljutnék Ózdra, akkor én várnám azt, hogy valahol egy kerek történetben megismerem ezt az egészet, és én attól, hogy belenéznék ott a tükrökbe, még ezt nem érezném teljes képnek. Igazából ehhez kapcsolódnék én is, csak picit más szempontok mentén, hogy ugye eleve itthon van egy folyópárbeszéd az emlékművekről, meg azoknak a nyelvezetéről, és arról, hogy hol születik emlékmű, és milyen funkciót tölt be, és kinek szól, és ki az a közösség, akit segít emlékezni. És igen, tény, hogy nagyon absztrakt az a vonal, aminen indultatok, és igazából egy kérdésem lenne hozzátok, hogy amikor dolgoztatok ezen a terven, akkor volt-e bármilyen olyan más nyelvezet, ami talán a helyiekhez kicsit direktebben vagy jobban beszél? Mert én most azt érzem, hogy ennek a nyelvezete talán nem azt a közösséget szólítja meg, akik valójában szeretnének emlékezni arra az identitásra, amit régen Ózd mondjuk magáénak tudott. Mondjam. Tehát, hogy persze ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és mi is úgy álltunk az egész dologhoz, hogy nem hétköznapos dolog egy emlékművet tervezni. Hallgatóként meg főleg nem találkozik ilyen szituációval az ember. És számunkra tényleg az volt a fontos, hogy egy elveszett szimbólumokat, vagy ezt az elveszített szimbólumot, ezt úgy hozzuk létre, hogy ne egy ilyen teljesen direkt, nem tudom, fénykéményeket, amik csak este látszódnak, mert ilyen koncepciós volt. Tehát, hogy sokkal inkább ilyen elméleti síkon akartunk emléket állítani, és szerintem ez a koncepció meg is teremti azt, hogy lehet, hogy itt van egy objektum, de egy kerítés elválasztja a teljes acélgyárat, és mi egy látvánnyal kötjük össze azt. És szerintem így viszont maga az emlékmű, az lehet, hogy nem is az objektum, amit mi terveztünk, hanem az ott maradt, nem tudom, roncsok. És ez az, ami megadja ennek az egésznek az erejét.
Köszi a választ. Igazából még csak egyetlen egy gondolat, hogy szerintem amúgy az anyaghasználat, amit választottatok, az kifejezetten izgalmas egy olyan helyzetben, ahol emlékezni próbálunk valami olyannal, ami igazából nem tudom ezt, hogy hogyan működik ez az anyag, meg ez a szerkezet kültéren, de azt képzelem, hogy 150 év múlva nem biztos, hogy mondjuk ilyen bombasztikus állapotban lenne, mint amilyen a terveken tűnik. Remélem, tudjátok, hogy a világon egyedülálló ez az emlékmű, hogyha megvalósul olyan szempontból is, hogy szerintem nincs sehol olyan, ami egy emlékmű, ami arra emlékeztet, hogy egy kémény rádőlhet az autódra. De egyébként a viccet félretéve nekem nagyon tetszik. Ez tipikusan olyan prezentáció volt, ami így hozzátett ahhoz, amiből ki tudunk indulni, hogy egy cikk, meg az a néhány illusztráció. Tehát így az fogalmazódott meg bennem, hogy lehetne Ózda magyar Essen, hogy tényleg ezek az emlékhelyek összeérjenek. Én sem tudom, hogy az a kulturális központ az mennyire működik jelenleg, de egyébként az részbe válasz szerintem a te kérdésedre, Gellért, hogy ott szerintem kerekebben be van mutatva a közösség módja. Köszönjük. Ágnes, a szakmai zsűri részéről mondanál pár szót? Igen, szeretnék. Én egyébként így feszengek egy kicsit ettől a tervtől, az együtt, hogy tudom, hogy a többi egyébként egy diplomaterv, és hogy nem, lehet, hogy nem fér így összehasonlítani, ez egy hallgatói pályázat, hogyha jól értem, tehát ez egy ilyen első ötlet, és ezt figyelembe veszem. Amit hiányolok belőle, hogy az ipar szerintem egy ilyen területen az pont azt jelenti, hogy így a közösség számára, hogy a kezünkben van a sorsunk és a saját boldogulásunk, és csak tennünk kell érte, tehát aktivizál, és ezt az aktivizálást nem érzem ebben a oda tett tárgyban, és nem tudom elképzelni, hogy valaki ezért oda menne, hogy belenézzen ebbe, és lássa valamit, amiként oda is mehetne megnézni talán. Tehát, hogyha már ennek egyrészt szerintem valószínűleg úzdiként frusztráló lett, hogy folyamatosan emléket állítanak valami olyannak, amikor nekem jó volt, és akkor ezt megnézhetem, inkább, de hogy ezt is értem, hogy nem lehet ugye újra valamit teljesen restaurálni, ami nem működött úgy vagy ahogy, de az, hogy egy olyan helyen emlékezni erre, ahol valamiféle aktivitás, vagy valamiféle előremutatás történik, az szerintem szerencsésebb lett volna. Köszönjük. Valakinek még van hozzászólása? Én egy dolgot akarok csak megjegyezni, hogy én emlékszem arra, amikor lerobbantották a kéményeket, és hogy pont akkor egy pár évvel később mesélték nekem riportok kapcsán Ózdiak, hogy ez valami elképesztően traumatikus élmény volt a város számára. Tehát tényleg, amit nem Ózdiak, mi valószínűleg nem értünk, de hogy ez a kéménysor, ez valóban az Ózdot jelentette. És hogy azért borzasztó nehéz szerintem ez a feladat, mert ez valami elképesztően monumentális volt. Tehát ha megnézzük ezeket a képeket, akkor olyan erősugárzik abból a kéménysorból, olyan tényleg az acélkorszaknak, meg a 20. századi iparosodásnak az a nyers ereje, ami gyakorlatilag visszaadhatatlan. Tehát nincsenek, a kortárs emlékműépítészetnek szerintem egyszerűen nincs eszköze arra, hogy azt a melbevágó élményt reprodukálja, amit az eredeti ebben a helyzetben jelentett. Szóval én őszintén szólva, én is... tehát érzem azt, ami így sokaknak szerintem a megszállásában motoszkált, az a, hogy valahogy kicsit valami kevés, de hogy közben azt is sejtem, hogy itt ez gyakorlatilag abban az értelemben megoldhatatlan, hogy azt váltsa ki belőlünk ez az emlékmű, ami ennek az eredeti ereje, és aztán az elpusztulás annak a traumatikussága volt, mert ez maga ugye a rendszerváltás összeomlása, ez a szimbólum ezen a helyen. Köszönjük szépen! Köszönjük! Andor, még egy szó. Csak egy szóba, hogy tehát vannak ilyen bejáratott dolgok, meg anyagok arra, amivel az emlékmépítészetben ezeket a traumákat feldolgozzuk. És tök igazad van, egyfelől tényleg egy trauma, de amit a hozzászólásnak az első felül volt, az egy szóval tömörített, hogy volt egy hősi korszak. Tehát György itt a nézőközönségbe, aki a korrektorotok volt, tehát ő mesélte, hogy az ömlő vasat, ami ott jött több ezer fokkal, azt emberi kézzel tartották el ezekbe a váltóba, és ezek az emberek még élnek. És itt a nagy nehézség az, és ez nem kritika, csak egy ilyen kutatási lehetőség, hogy ezt a bizonyos hősiességet, amit egyébként hajlamosak vagyunk eltagadni magunktól, miközben az egész modern építészetnek az eredet mítosza elrépül Ényrand és az ősforrás, hogy e környékén, persze ez is korfüggő, tudom, bocs, nem mondtam semmit, tekerjük vissza. Akkor szavazzunk.
Jobbról balra mondom ismét a számokat. 10, 8, 7, 6, 7, 8, 6, 6. És akkor most megkérdezem Dávidot a 10 pontjáról. Szerintem ez egy nagyon jó kis emlékmű, és már azért megérte 10 pontot adni, hogy visszakaptam a mikrofon, mert hogy úgyis reagálni akartam itt az elhangzott dolgokra, hogy egyszerűen szerintem jelen pillanatban azok az emlékművek működnek, amelyek nem akarnak feltétlenül óriási nagy jeleket állítani a városban. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk a Reformáció 500 az mennyire láthatatlan szinte, és mégis milyen fantasztikus és óriási. És a másik pedig az, hogy teljesen abszurd lenne szerintem, hogy miközben még mindig bontjuk le ezeket az álló épületeket, és álló önmaguk emlékműveit, aközben már a másik végén elkezdenénk építeni hatalmas emlékműveket, amiközben a másik végén bontjuk le az ipari örökséget. A harmadik pedig, és ez szerintem tök fontos, hogy ez olyan, mint amikor az ember ugye a falu pályázik az EU-nál, nem tudom én mire, csatornázásra, és akkor meg tudja belőle csinálni a járdát is. Hogy egy picit ezt tetszik benne, hogy csinálok egy emlékművet, de ezzel fölvillantom a lehetőséget annak, hogy létrehozzak egy nem létező köztér helyett végre egy közteret. Még hogyha nem is biztos, hogy ez megvalósulhat. És ez, nekem ezek együtt összesen megérték ezt a 10 pontot. Köszönjük. Nagyon gyorsan reagálnék, csak azért, mert egyrésztről én így az alsó régióba tartozó pontszámot adtam, és akkor itt kiegészíteném, vagy reagálnék arra, amit mondasz. Másrészt pedig azért, mert hogy az emlékműépítészet szerintem Magyarországon most egy ilyen nagyon traumatikus pont, ami nagyon sok kérdést... Igen, egyébként valami grandiózusat. És pont amikor itt a Reformáció 500-at mondod, akkor ez egy annyiból nem támaszt alá téged, hogy ott egyfajta viszonyulás van, hogy én megkeresem azt a dolgot, megtalálom, elgondolkozom, van egy viszonyulása a térrel, itt pedig egy nagyon-nagyon hideg és távolságtartó jel van a városban, amivel szerintem sem a turisták, sem pedig a város lakói, amennyire én látom, nem tudnának kapcsolatot teremteni, nem indulna be egy olyan gondolkodás, hogy mi mennyire hősiesek voltunk itt, vagy lám mi történt a rendszerváltozással, vagy hogy ért véget egy korszak, vagy nagyapád itt dolgozott, jellegű dolog, hanem szerintem egy ilyen, és ez most már nem annyira rólatok szól, meg nem kritizálni akarom, csak hogy tényleg ez manapság egy nagyon fontos kérdés, ilyen emlékmű meg emlékezett politika szempontjából, hogy egy ilyen hideg pontot teremtenek, ami tulajdonképpen egy idő után nem jelent semmit, nem nehéz hozzá viszonyulni, és ezt a fajta gondolkodást kell valahogy szerintem így domestikálni, hogy olyan pontokat találjunk, amik vagy a grandiózusságokkal egyszerűen hatnak az emberre, vagy beindítanak valami olyan természetes interakciót, mint például, mi van itt a kövezeten, nézzük meg, mi rajzolódik ki, vagy miért pont itt van, hogyan, tehát egy pár beszédet indukálnak. Egy ilyen jellegű megközelítés, az szerintem egyszerűen egy ilyen maximum egy találkozó hely lesz a városban. Nem indítja be azt a... De hogy így találkozunk a téglatoronynál, de nem indítja be... Jó, oké, ott Tali. Köszönjük szépen az indoklásokat és a prezentációt is. Köszönjük.